Október 6-án, vasárnap kora délután hatalmas robbanás rázta meg a Várdombi főutca egyik épületét. A Kossuth-Lajos utca 46-os szám alatti ház a robbanástól lakhatatlanná vált. A robbanást a vezetékes gázrendszert feltehetően öngyilkossági szándékkal megbontó tulajdonos idézte elő. A néhány perccel 15 óra előtt történt robbanásra a környékben lakók azonnal felfigyeltek, s többen is riasztották a tűzoltókat és a mentőket. A szomszédban lakó, éppen szabadnapos tűzoltó pedig megkezdte a mentést. Ön volt az, aki először járt bent az épületben. Hogyan tapasztalta azt, hogy itt valami baj van? Itt szemben lakom majdnem ebben a házzal, ahol a baleset történt, és egy hatalmas durranásra lettem figyelmes, és kinéztem az ablakon, láttam, hogy egy hatalmas porfelhő van, semmit nem láttam még akkor, kijöttem a kapuig, és észleltem, hogy a tető ég. Akkor szóltam a feleségemnek, hogy mennyi értesítsd a tűzoltókat, én megyek, segítek menteni. Jöttem ide a sérült házhoz, akkor már sokan sürögtek, forogtak, elzárták már a gázcsapot, mire ide értem. A lakásba égett, szóval tűz keletkezett, a tető is égett. Kérdeztem, hogy van-e bent sérült személy, egy illető azt mondta, hogy van bent valaki, összeégett. Kérdeztem, hogy él, azt mondják, hogy él. Mondom, akkor valaki jöjjön, segítsen kihozni. Hát nem volt önként jelentkező, elkezdtük oltani a tüzet. Mentem beljebb a lakásba, akkor a sérült személy már saját erejéből kúszott kifelé a lakásból. Kikúszott teljesen a küszöbig, ott segítettem neki félreülni, mondtam, hogy nyugodtan maradjon, és akkor majd kerítünk valami olyan lehetőséget, vagy olyan plédet, amivel letakarjuk, és akkor elhozzuk onnan a roncsok közül. Oltottuk a tüzet, eloltottuk végül is közös erővel, majd kerítettem egy plédet, és a feleségem segítségével is még egy hölgy segített, kimentettük a sérültet a lakás teraszáról, lehoztuk az udvarra. A sérültnek 3 gyermeke van, a 2 idősebb lány már nem lakik otthon. A 3. pedig a robbanás idején édesanyjával együtt az 5 háznyira lakó nagyszülőknél tartózkodott. A baleset után lábra kapott hírek öngyilkossági kísérletről szóltak. A tűzesedés és a robbanás követő vizsgálat eddig adatai szerint feltétlenül öngyilkossági szándékból következett be a robbanás. A tulajdonos Kincses István, akit jelenleg a Pécsi Honvéd Kórházban ápolnak, égési sérüléseket szenvedett a robbanás követően. A helyszíni szemlélet adatai alapján a komforttípusú vezetékes üzemeltetésű gáztűzhely hollanderje nyitott állapotban van, a kiáramló gáz robbant fel. Ekkora a kár? Hát, hogy mekkora kár keletkezett, azt csak a későbbi vizsgálatok pontosíthatják. Az jelenlegi állapotban az épület lakhatatlanná vált, a hátsó főtartó fal az épületnél megvált, kb. 30 cm a földém szerkezetnél eltávolodott az eredeti állapotától. Az épület minden valószínűség szerint bontásra ítéltetett, tehát lebontásra szükségessé válik. Mikor kerül az ügy végére pont? Szükségessé válik a károsult meghallgatása, ez későbbiek folyamán fog megtörténni. A sérültnek egyébként több évi érszűkületes betegség után idén januárban amputálták egyik lábát, s feltehetően ez váltotta ki belőle a végső elhatározást.